babam minin irşürük il tanıhanı köpüşürük aksağı tökü doluğa yargı tekim köptürük ayhoy ökinin sakta kaymağı Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakítói című műsorában. Mai napi vendégünk ismét Győre Miklós, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. A Sorsunk Alakítói műsorban ma ismét a táplálkozásról lesz szó, mert te mégis fölfedtél egy olyan táplálkozási módot, ami a te állításod szerint nagyon sok betegségből vissza tudja hozni az embereket az egészség világába. Én múltkor nagyon sokszor bele zavartam az ESZ gondolatot kifejtésébe, úgyhogy megígérem, ma sokkal többször leszek csendben, és inkább hallgatni fognak, úgyhogy parancsolj, átadom neked a szót. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, nézők, hallgatók körül. Közül, de nyugodtan szóljál bele és kérdezzél bele, hogy te próbáljál belezavarni engemet abba, hogy amit mond az ember, az tényleg egy valóságos, alapon nyugvó gondolatmenet, gyakorlat és eredményesség lehet, vagy pedig lehet benne esetleg meggondolni való, kivetni való, vagy ami nem úgy működik, ahogy azt a természet elrendezte. Igen, ez egy, köszönöm a lehetőséget itt a második alkalommal is, és egy gondolat erejéig a múlt előadásra visszatérnék, kiegészítve itt az egészséggel, egészséges táplálkozással, a szervezetünk egészséges működésével kapcsolatos gondolatkört, mert nagyon fontos azt megérteni az embernek, hogy tehát egyrészt a szervezetünk meg tudja gyógyítani magát, mert nem tudja, hogy kell betegnek lenni. Beteggé mi tesszük magunkat életmódunkon és a táplálkozásunkon keresztül, azon az alapon, hogy tehát, sőt emellett még, hogy milyen minőségű ételeket is tudunk fogyasztani, használunk a szervezetünk, a testünknek a táplálására, ami majd a mai téma lesz inkább. A táplálkozáshoz még egy fontos gondolatot meg kell még említeni, hogy tehát amit beszéltünk, hogy zöldség, gyümölcs az, amelyik úgy helyre teszi az embernek a szervezeti működését, de csak nyersen. Tehát nem célszerű, vagy nem szabad megfőzni és megsütni a zöldségeket, amit el kell fogyasztani, ugye legalább dupla akkora mennyiségben, mint amennyi savasító ételt eszünk mellé, és akkor úgy szépen elkezd helyreállni a rend. A harmadik ilyen nagyobb, nagyon fajsúlyos rész az pedig a mozgás. Ugye beszéltünk a vízről, beszéltünk a táplálkozásról, és a mozgás, mint maga az élet, az egy nagyon meghatározó része az egészségünknek. Gyerekkoromban én nekem azt mondták, hogy ha sportol az ember, mozog az ember, akkor egészséges lesz. Hát én ehhez konzekvensen tartottam magamat évtizedeken keresztül, és amit csak lehetett, tanulás, munka, egyebek mellett én sportoltam, szaladgáltam, táncoltam, kézilabdáztam. Bocsánat, hosszájkozásról, mégis megbetegedtél. Hát, erről van szó. Akkor valamit rosszul csináltam. Valamit rosszul csináltam, és hogyha visszamenőlegesen megvizsgáltam azt, hogy én mennyit mozogtam mellette azért, hogy egészséges legyek, akkor rá kellett jönnöm, hogy ez bizony
nem adja vissza, nem biztosítja az embernek az egészségét. Az, hogy folyamatosan mozog. Én nem voltam ilyen válogatott kerettag, tehát nem terheltem le a szervezetemet egészségtelenül nagyon, tehát túlzottan, hanem ami jól esett, ami jó érzéssel töltött el, ami felfrissítette az embert, ami mozgásba tartotta, és emellett bizony mégis lebetegedtem, ahogy az előző beszélgetésben elmondtam, egy ilyen teljesen átlagos, normál életkörülmény, életfelület mentén élve. Azzal együtt, hogy sportolt, meg mozgott az ember. Tehát itt ez a tézis megbukott. Tehát nem az biztosítja az embernek az egészséges állapotát, hogyha rendesen, megfelelő mértékben mozog és sportol. Része az egészségnek, ugye, mert hogyha mozgunk, akkor élünk, tehát az élet az mozgás. És a mozgás ugyanúgy kell hozzá, mint ahogy kell, nagyon szükséges, mint alapvető szükségleti cikk a víz, ivóvíz, alapvető szükséglete az embernek az étel és az ennivaló, és ugyanígy a mozgás is. Most ugye, hogy milyen mozgás, most itt nem a sportolásról, nem az úszásról, vívásról vagy lovaglásról akarok beszélni, hanem a hétköznapi megjelenésünkről, a járásunkról, ami úgy változott meg, és nagyon rövid időszak alatt az életünkbe, az én gyerekkoromban még nem volt mindenhol járta például a falvakba, vagy faluba, ahol laktunk, akkor csinálták. Közpénzből, közemberek építettek járdát, ne sárba járjunk. De addig mindenki sárba járt. Tehát ezer éveken keresztül az emberek sárba jártak. Hát mi a tanyán ott sárba jártunk, ott nem volt járda. És ez adott egy nagyon érdekes alátámasztást az embernek, egy instabil alátámasztást. Tehát amikor cuppog az embernek a lába, el akar csúszni, vagy mondjuk jégen járunk, hát ott nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy hát az egyensúlyt, meg a tartást, a lépést hogyan alakítja az ember, hogy ne essen el. Tehát ehhez alakult ki évezredeken keresztül az ember szervezete. És az összes többi funkciója is ehhez illeszkedik hozzá. Most történetesen az a lehetőség került be Magyarországra, én így is így tudtam vele élni, hogy egy svájci mérnökember, Karl Müller, a felesége kapcsán elment Thaiföldre dolgozni, nyáron oda mentek, és azt tapasztalta ez a Karl Müller úr, hogy amikor hétvégén kimentek a Rizsföldre dolgozni, és ott dagonyáztak a sárba, meg a Rizsföldön, gyomláltak, ültettek. Uh-huh. Hazamentek hétvége után, ezután a munka után, és akkor olyan jól érezte magát. Tehát többször megismétlődött ez a hétvégi ilyen kirándulás a Rizsföldekre, és egyre inkább tudatosult benne, hogy amikor onnan a Rizsföldről visszajövök, jobban érzem magam, és majd csak olyan kedre, meg szerdára fog megváltozni valahogy a tartásom, hogy a derekam már nem elkezd újra fájni. Akkor meg nem fájt. Uh-huh. És kitalálta az instabil alátámasztást. Ezt nem ő találta ki először a világon, mert a maszájok például ilyen gömbölyű talpú cipőt használnak régóta, vagy szokásrend szerint, csak ők fából csinálták, és így meg ilyen kis csónak testet alakítottak, és azon billegtek. És ami nagyon érdekes, hogyha egy ilyen instabil alátámasztásra rááll az ember, akkor nem kell odafigyelni ahhoz, hogy egyenesen tartsa magát. De automatikusan az idegrendszer beállítja arra a munkaponti felfüggesztő pontra, ahol ez a kicsit bizonytalan, de az érzékszerveinkkel, izmainkkal nagyon jól koordinált mozgás létrejön, de nem egy ilyen statikus állapotban, hanem egy picit ilyen dinamikus állapotban.
Ezt az elméletet most tőled hallom először az életemben, ezzel a fajta cipővel, meg ezzel a instabilitással. Nagyon érdekes. Ez egy fantasztikus dolog, és úgy képzeld el, hogy amikor én találkoztam legelőször ezzel a cipővel, akkor az egyik barátom vitt el Érdre, ahova behozták Svájcból ezt a készítményt. Csak megjegyzem, 2001-ben ez ilyen világszínvonalú innovációs díjat nyert ez a Maasai Barefoot Technology-nak nevezett egy cipő, amit nem akarok itt nagyon reklámozni, de most már elég általánosan ismerhető az országban, mert sok üzlet van ebben. Na, tehát a barátom, amikor megmutatta ezt nekem, ezt nekem kell, mert a mozgással, derékfájtályi problémákkal nekem is voltak már akkor aggályaim, néha fájt is. Elmentünk, de a Tamás hozta a gimnáziumi osztályfőnökét, egy paptanárt, akinek a csontozata, izomzata már olyan állapotban volt, egy idős, nagyon tüneményes tanáremberről van szó, hogy legalább ugyanannyit kellett neki feküdni, mint talpon lenni, ha nem többet. Tehát elvégezte a napi miséjét, akkor ő utána legalább 2 óra hosszát le kellett, hogy feküdjön, mert már annyira le volt gyötörve a szervezete, a izomzata, a csontozata, meg a porcok, meg egyedek már el voltak kopva. Hát, mint papembernek nem volt olyan nagyon vastag a pénztárcája, úgyhogy egy olyan pár hónapba telt, amíg Sáros patokon, ahol lakott, valahogy összegyűjtögette az első ilyen szandálra valót. És ami megdöbbentett engemet, hogy 3 nap használat után egész nap talpon tudott benne lenni. Amikor már, hát jó évtizede, erről szó sem lehetett ő nála, hogy egész nap talpon legyen. Tehát ez egy csodát művelt ő vele, és nagyon, nagyon sokunkkal, akik ezt használjuk. Hát én gyakorlatilag azóta abba járok. Most is a cipőben? Most nem abban a cipőben vagyok, ide most éppen de illet volna talán elhozni. Most már azóta még javítottak rajta, tehát ott a Karl Müllerék fejlesztettek abba a cipőgyárba ezen az első technológiai kialakításon, egy sokkal nagyon finomabb, egy kicsit csinosabb kialakítású lábbelit készítettek belőle, ami valami nagyon-nagyon jótékony hatással van az emberre. Na most ez azt eredményezi, ennek a használata, hogy most felállok, egy kicsit megmutatom a statikus tartást, tehát hogyha... Csak úgy, hogy közben maradja a kamera előtt, mert... Igen. Nem biztos, tehát így beállunk, ki van merevítve a padozat, teljesen sima merev a cipőm, akkor be tudok állni egy ilyen statikus állapotban. Most, hogy ez stabil legyen, egy picit ebbe beleereszkedünk, beledőlünk, és ehhez hozzáalakul a csontozatunk is, meg az izomzatunk is. Azt eredményezi, hogy a hátul levő, tehát hogy így élibe megfelezzük magunkat, a hátul levő izomzatunk az sokkal kevesebben dolgozik. Most, hogyha egy ilyen bizonytalan pontra állunk rá, akkor elkezd ez az izomtónus egyensúlyba kerülni, és a korábbihoz képest 20-30%-kal jobban megdolgoztatja az embernek a hátul levő izmait, mint korábban a statikus állás. Elképzelhető. És tehát kiegyenlíti az izomváznak a működését. De ez csak egy ilyen kellemes állapot, hogy helyre kerülnek a munkapontok, az alátámasztási pontok, és a gerincoszloknak is ezek a stabilitást biztosító súlyvonala beáll a maga helyére, és ugye automatikusan az idegrendszerünk elkezdi szabályozni ezt a finom bizonytalansági állást, de dinamikus bizonytalanságot, amiben nagyon jó lenni. De ez még csak az egyik hozadéka ennek a történetnek, a másik hozadéka az, hogy lényegesen megjavítja a keringését az embernek egy ilyen lábbelinek a használata.
mert a bokánknál lévő pumpát, ami ugye visszafelé irányítja a belső nedvesség áramlást az emberben, ezek a nyirok meg egyéb rendszerek, ottan lényegesen felerősödnek akkor, hogyha ebbe jár az ember. Uh-huh. És az első ilyen tréning cipő még úgy is lett megalkotva, kitalálva, hogy ott a talpnak a közepén, mint hogyha kicsit keményebb is lenne, mint hogyha egy ilyen fél pingpong labda, egy kicsit keményebb fél pingpong labda ott lenne benne. Tehát, hogyha fut az ember, akkor a talpa közepét az olyan kellemesen úgy megnyomja. Uh-huh. Mint hogyha úgy direkt módon visszairányítaná egy ilyen visszacsapó szelepen keresztül ezeket a nedvesség áramlásokat. Uh-huh. És ez nagyon nagy mértékben segít ilyen láb problémákkal kapcsolatosan, amikor nem akar gyógyulni, fáradt az embernek a lába, fáradt az ember lába, mert egész nap ott áll egy ilyen kimerevített felületen, merev talpú cipőbe, és úgy belengedve magát. Na most, hogyha kicseréli a cipőjét egy ilyen instabil alátámasztást biztosító lábbelire, egész nap nem fárad el, sőt, egész nap egy edzőterembe érezheti magát az ember, mert 30%-kal több izommunkát végezel. És annyira fölkeltetted az érdeklődésemet ezen a cipő iránt, hogy csak azt mondom, hogy hol lehet beszerezni, és hogy hívják ezt a cipőt? És milyen összegben lehet ezt hozzájutni? Hát ez inkább innen kezdeném, mert ezek ugye nem olcsók, tehát jó részt kézzel gyártott, teljesen kiváló minőségű termékek. Hát ez olyan 45 ezernél kezdődik egy szandál vagy egy cipő. Most tehát a kezdeti márkanév az az MBT volt, ez a Maasai Barefoot Technology rövidítésnek megfelelő elnevezés. Amit én használok, ezt most Joyának hívják. Ezt hogy írják? J-vel? Y-nal. Joya. Joya? És vannak Budapesten ilyen üzletek? Vannak Budapesten ilyen üzletek, ahol akik direkt ezzel foglalkoznak, az egyik az a West End közepe tájékáról, ami megy lefelé a Dunára. Majd eszembe jut az utcának a neve, vagy megmutatom térképen, mert... Ami a nyugati pályáról a Bazilika felé megy, arra amit gondolsz? Nem. Tehát a nyugati pályaudvar felé mellett van a West End. Igen. Tehát, hogyha az elejétől a végéig hátra nézünk, akkor nagyjából a fele távolságon a Bajza utca megy lefelé a Duna felé. És a Bajza utca 26-ban van egy ilyen. De azt hiszem a West Endbe is van, akkor az október 23-a utcában is van már egy ilyen sűrű. És ebből a technológiából lehet kapni sportcipőtől kezdve az egész paletta található? Egész paletta található, tehát még az orvosi ilyen klumpa féle kialakítású szandától kezdve az utcai szandálig, sportcipőig, klasszikus munkába járható cipőig, meg a bakancs kialakításúig is lehet kapni. És most már tehát kisméretben gyerekeknek is gyártanak. Hát ilyen öreg fejemben mosolok erről. Hát, hogyha nincs olyan nagy forgatagban benne az ember, meg olyan helyen, ahol vannak, akik így foglalkoznak, vagy érzékenyek erre, ezekre a dolgokra, akkor ritkábban találkozhat vele az ember, de ezt meleg szívvel tudom ajánlani. Neked is most. Kipróbálom, kíváncsi vettek én nagyon. És mindenkinek. Aki nekünk először megmutatta, mert meg kell nézni, hogy nem véletlenek a cipőfirmának, vagy valamilyen ügynöke, aki te reklámot csinál a cipőben. Hát én tagja voltam, tehát beszervezett tagja voltam ennek, és mint munkatárs is dolgoztam. Még az elején, innen is fúj a szél, hogy én ezt így reklámozom egy kicsikét, de sok éves tapasztalatom az, hogy ez valóban segít. Tehát egyrészt valóban segít, és valóban része ennek az egészség történetnek. Uh-huh. A mozgás az kell. Most nem feltétlenül kell mindenkinek ilyen gumitalpú vagy hintalótalpú cipőbe járkálnia, ha mondjuk
a homokos területen mezítláb járkál, vagy egész nyáron mezítláb járkál. Nem ilyen lebetonozott, lekövezett városi utcákon éli a mindennapjait, és olyan munkahelyen, ahol le van parkettázva, le van kövezve, és minden ki van drasztikusan merevít, hogy könnyen lehessen takarítani, meg ne essünk el benne. De az a kép, amikor elkezdtem használni ezt a cipőt, és úgy belegondoltam abba, hogy a tanyán a nagyapám csizmába járt. Tehát egyáltalán a magyarok miért használták olyan előszeretettel a magas szárú vagy kemény szárú csizmát? Hát azért, mert sárba jártak, és hogy ne a nadrágot kelljen kimosni, hanem egy bőr lábbelit, azt le lehet mosni, le lehet könnyen takarítani, és védi az embernek a lábát, mert egy nagyon jó kitalált szerkezet. Tehát a magyarok hozták be Európába a csizmát. Meg a bokát és a kificamodást. Azt is nagyon jól megakadályozza. De amit a kezdeti időszakban, amikor elkezdtem tanulni ezzel az MBT-vel kapcsolatos ismereteket, akkor a Karsbea, aki egy halatlanul jó gyógytornász, mondta el nekünk ezeket az ismereteket. Azt említette, hogy a válogatott keret tagjai egy órát futnak ebben a cipőben, és az az egy óra futás olyan igénybevételt eredményez, ami bőven elég a válogatott szintnek a tartásához. És még egy aranyos dolog volt, hogy akit szintén ismerek korábbról, a Madár, a Erdei Zsolt boxoló, ő is ilyen talpú cipőbe gyakorolja az egyensúlyi gyakorlatait. Tehát nagyon-nagyon olyan helyre is belopakodott ez a technológia, ami ugye világ színvonalú sportolást jelent. És akkor így nagyjából itt ezen a három szegmensen végigmentünk, víz, táplálkozás és a mozgás, de hát itt nem ér véget a történet. Te még ideig az egészséggel kapcsolatban nem említetted a baktériumok és a vírusoknak a hatását. Mert azért te, hogyha megkapsz egy maláriumos injekció, egy szúnyog megcsíp, azt mondja, akármennyire egészséges vagy, még hogyha nagyon is jó az immunrendszered, azért több mint valószínű, ezt a maláriát meg fogod kapni. Ha lenyel ez egy kolera fertőzött gyümölcsöt vagy zöldséget, ami kolerával megfertőzve, szinte biztos, hogy ki fognak törni a kolera. Ha egy akármilyen egészséges férfi szeretkezik egy trihomonászus nővel, megkapja a trihomonász vagy a szifiliszt. Ehhez te hogy állsz hozzá? Ez így van. Tehát itt nincsenek kétségek, hogyha egy ilyen nagy dózisba kap az ember valamilyen jellegű mérget, akkor az megbetegíti. De az egészség kategóriájába ez ilyen egy kicsit idegen testnek vélem, ugyanúgy, mint tehát a mérgek, azok nem kompatibilisek az ember szervezetével és az egészséges működéssel. Az megbetegíti az embert, és úgy tud belőle kijönni, amennyire felkészült, amennyire erős, amennyire dinamikus a szervezet belső működése, az immunrendszerünk. Amilyen erős, hogy le tudja ezt fogni, csillapítani vagy lefedni, de az a betegség, ez attól még jelentkezik. És több mint valószínű, hogy orvosi segítségre is szükség lesz, hogy megfelelő energiájú, hatásmechanizmusú penicillin féleséggel blokkolják ezt a féle méreganyag szétáramlást, meg problémát a szervezetbe. De ez nem csak penicillin, most már nagyon sok mindenre nem hatályokon, de hát minden, ezeknek, amit felsoroltam, mindennek megvan a megfelelő maga hatóanyaga. Igen. Tehát ez nem elkerülhető. Amit említettem is, hogy tehát az orvostudománynak a
kutatása, a megismerésnek az eredményei, azokat nem kell lesöpörni az asztalról, nem kell elfelejteni, élni kell, használni kell, de a helyén. Akkor, amikor ilyen problémával állunk szembe, akkor természetesen ez lehet a megoldás arra, hogy egy bénulást, egy halálesetet elkerüljen az ember. Ez így van. Tehát itt nincs ezzel semmi. Most jó kielemeztük a mozgást. Ugye de három komponensről említettél, hogy három komponens kell figyelembe venni. És végigmentünk mind a hárman? A vízen végigmentünk, nagyon szűkszavúan a táplálkozáson. Sok zöldség, gyümölcs, és ne főzzük. Úgy van, meg az arányokat. Hadd kérdezzem meg, az a fajta főzési mód, amit az ázsiaiak használnak, hogy egy ilyen nagy serpenyőben mégiscsak ilyen gyors párologatásán beledobnak egy kis olajba zöldséget, gyümölcsöt, és nem tartják benne sokan, hanem csak kicsit így meghengergetik benne, és utána kiveszik, és így eszik, félig nyersen. Ezt te hol látod? Ez még megfelelő, vagy ez már azért rontja az egésznek a minőségét? Én a zöldségeknek a 90%-át már teljesen nyersen eszem. Rontja a minőségét, csökkenti a hatóanyagok mennyiségét benne, már olyan értelemben, hogy az enzimek meg a vitaminok 46-50 fok fölött elkezdenek lebomlani, tönkre menni. Tehát azt a hatásmechanizmust, amit még képviselne az a nyersanyag, amit ott megsütnek egy kicsit, annak egy része természetesen elveszett, de nagy része még ott marad. Lehet, hogy könnyebb az emésztés, úgyhogy félig elő van készítve, de viszont hatékonyság szempontjából valószínűleg már csökkent értékű. Hatékonyság szempontjából biztosan, hogy csökkent értékű. Ilyenkor akaratlan arra 70 éves, 30 évesnek kinéző, hogy gyönyörű négernőre kell gondolnom, aki egész életében csak nyers gyümölcsöt és zöldséget evett, sose evett húst. Igen. Hát az Annette Larkins, az valami... Úgy hívják ezt a hölgyet? Úgy hívják ezt a hölgyet. Azóta, hogy beszélgettünk róla, még egyszer-kétszer megnéztem, vagy több filmjét is megnéztem, ami készült róla. Hát az önmaga a csoda. Igen. Önmaga a csoda, ami azt jelenti, hogy az enzimek, vitaminok, ásványi anyagok zöme, tömkelege, töménysége működik benne, annak a szabályrendszernek megfelelően, ahogy az ember. Az annyira tökéletesen néz ki a 70 éves korára, hogy az emberbe fölmerül a kérdés, hogy valóban igaz-e az, hogy valóban 70 éves. A szemén lehet látni. Szemén lehet látni? Igen. Tehát amikor olyan kameraállás van, hogy az arcát mutatja, akkor a szemén lehet látni, hogy igen, 70 éves. Mert próbálok róla szerezni egy ilyen felvételt. Igen. De nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, hiszen nem lehet 90 fokkal bevenni a kanyart. Tehát van az embernek egy állapota, ami az egészsége valamennyire terhelt, vagy nagyon terhelt, még nem beteg, tünetmentes, de már nem az a 26 éves vagy 18 éves fiatalos energia és fittség van benne, hanem mint mi mondjuk, és akkor tehát mi a célszerű választás, gondolkodás, cselekedetmód ahhoz, hogy ebből az állapotból szépen kihátráljon az ember. Mert nem célszerű 90 fokkal bevenni a kanyart. Ami azt jelenti, hogy jó, eddig így táplálkoztam, most fogom magam, puff, mindent átállítok a konyhába, bevásárlásnál, étkezésnél, és holnapról kezdve én csak zöldséggel leszek, és csak nyerset. Most ennek is ezt lehet, és nagyon jó eredménye van neki, nagyon rövid távon, de nagyon kegyetlen. Tehát úgy kell elképzelni, hogyha van a szervezetünkben nagyon sok savas lerakódással telített szövetállomány, és töményen megadjuk neki azt a oldószert, ami a nagyon jó mobilizálja ezt a kivételt onnan, és így ki akarja szakítani, le akarja szedni erősen, drasztikusan belül, ki akarja választani,
hasonló érzettel fogunk találkozni, mint amikor betegszünk, megbetegszünk, mert ugyanaz a folyamat csak visszafelé játszódik le. Ez a sok lerakott dolog, bekerül újra a vérkeringésbe végül is. Hogyne, és akkor azzal meg kell küzdeni a szervezet. Tényleg drasztikus, mert én ezt már megpróbáltam. Én egyszer, ugye ez nekem járt az agyamban, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám ezt, hogy csak gyümölcs, csak zöldség és csak nyersen. Talán egy hét után már annyira húsérzékes voltam, hogy első húslevezhez hozzákerültem, ha mind a kéhezett farkas úgy fegyeltem az egészetben. Igen, néha még én is belekeveredek ilyen nosztalgia gondolkodásba, és muszáj húst ennem. Na, meg is van az eredmény. Nem régen volt állam egy riportalany, egy úriember, aki úgy szigorúan vegetáriánus az úriember, és úgy definálta a húslevest, hogy hullatea, hogy valami ilyesmi mondott, vagy dögtea, vagy valami ilyesminek mondta. Igen. Végül is van benne igazság. Van benne igazság, nem teljes igazság, mert tehát ez szerint, az elmélet szerint, vagy levezetés szerint, amit én próbálok itt elmondani, a vegetariánusság nem egyenlő az egészséges állapottal. Tehát ott nagyon hiányzik belőle az a szabályrendszer, ami mentén a természet és a szervezetünk természetes módon működik, hogy egészséges legyen. És ebbe belefér a húsevés. Nem túlzottan, csak nagyon ritkán, mert amiben nem tudunk ugye nagyon belegondolni, hogy milyen lehetett 150 ezer évvel ezelőtt, vagy 200 ezer évvel ezelőtt, amikor nem volt más ennivalója az ősembernek, csak hogyha egy farkas meg akarta enni, és ő győzte le, és a farkasnak a húsával tudott jól lakni. Vagy valamilyen hús jellegű ételt kellett neki enni, mert az jelentette a túlélést. Mert különben éhen hal. Most ehhez, ugye hosszú időn keresztül, ahogy a törzsfejlődésen haladtunk keresztül, hozzáalakult a szervezetünk is, hogy olyan erős savakat tud termelni, amivel még a húsnak a nagyon kemény, nagyon tömény fehérje szerkezetét is szét lehet annyira venni, hogy utána már megbirkózzon a feldolgozás, tehát az emésztés későbbi fázisába a szervezet ezzel a féle fehérje állományjal. De ha most megnézed, de most ugye te azt mondtad, 150 ezer évvel ezelőtt. De nagyon-nagyon régi időkben megyünk vissza, és megnézzük meg egy gorillát, az alig esik húst. Az teljesen vegetariánus. Esetleg megesik egy csigát talán, vagy valamilyen kuszomászot, de zömmel vegetariánus kaját eszik. Én azt gondolom, hogy az állatvilágnak a nagy része, vagy döntő része az vegetariánus ilyen szempontból, tehát növényeket esznek. Uh-huh. Tehát az összességhez képest a ragadozók, vagy azok az állatfajták, akik kizárólag csak más állatoknak a húsát fogyasztják el, az egy nagyon-nagyon szűk rétege az állatvilágnak. Uh-huh. Tehát zömmel döntően növényevő fajtákból tevődik össze a földi állatvilágnak a környezete. Hát ezt statisztikailag nem tudom, hogy van a lehetőségünk, ezt most biztos megvan ez így szabva, hogy mennyi az állat, de hogyha most belegondolok a kertembe, a darázs megeszi a másik rovart, a hangya megeszik a másik hangyát, egy csomó rovar van, ami a másik rovarokat eszi meg, hogy jöttenek a madárvilág eszi a bugarat, úgyhogy azért rengeteg a élőlényt fogyasztó más állat. Igen, azt igazad van, én nekem most föl kell vizsgálni, mert én egy kicsit leszűkítettem itt a direkt húsevőkre. Uh-huh. Tehát persze, tehát egyik állat eszi a másikat, így megy végig ez az egész láncolat. És ami ebből jön, hogy a Földön az egyetlen állat az ember, amelyik halott ételekkel táplálkozik. Rászokott a halott ételre való táplálkozásra. Nem csak. Gondolj rá a hiénára. Gondolj rá a keselyűre. Szóval vannak nekik ilyen étkezési testvéreink. Vannak étkezési testvéreink. Igen, csak ugye meg tudunk említeni alig pár. A hagyják is különben, elpucolnak bármilyen. Azok is mindent elpucolnak. Igen, de az állatvilágnak a zöme az élő táplálékkal táplálja magát, hogy életet
vegyen magához. Igen. És ami érdekes, hogyha most húsevők vagyunk, vagy nem vagyunk húsevők, hát az oroszlán az elejtett zsákmánynak a zsigereit azt keresi legelőször, és azt teszi meg. A csontokat, meg a húsok, keményebb húsokat, azt ott hagyja a híjénát. Tehát az oroszlán is ilyen értelemben zöldségevő. De nem biztos, hogy nem azért lusta, mert ehhez könnyen hozzáfért, csak de hogy nyitni a hasát. Van is ott, mert a terű asztalkán. Igen, tehát lassan kell elkezdeni ezt az átállást. Nem kell 90 fokkal bevenni a kanyart, mert az ilyen kellemetlenségekkel járhat. Ami azt jelenti, hogy kevésbé főzzük meg az zöldséget, egyre kevésbé, és egyre nagyobb arányba tegyük bele az ételeinkbe, és fokozatosan vonjuk ki, vagy csökkentsük a fehérjét tartalmazó összetevőket, tehát a húst. De ez talán most még ilyen egészségpolitika szempontjából beletartozott talán az is, hogy egyre inkább a saját magunk által megtermesztett zöldséget kéne megenni, meg gyümölcsöt, és nem azt, amit ki tudja honnan tesznek az asztalunk elé. Most a holland paradicsomra gondolok, amit gammasugárral sugároznak be, hogy ne rothadjon, meg mit tudom én, hoznak génkezelt kukoricát Magyarországra, és a miénket kiviszik drágán, ott eladják, ide hozzák nekünk a génkezeltet. Ott már eleve hiába eszünk zöldséget vagy gyümölcsöt, mérgezzük magunkat a bejövetelét. Mert ugye sok szemét kerül ide az Európai Unióból. De hogyha magunk megteremünk a kis kertecskénkbe, akkor tudjuk pontosan, mit fog megenni. Köszönöm, mert ugye pont abba az irányba kell elfordulnunk, hogy erről beszéljünk, hogy az a minőség, amit meg akarunk enni, amivel meg akarjuk gyógyítani magunkat, az mi, honnan van és hogy hogyan van. Mert hát a magyar társadalomnak ez egy nagyon nagy problémája, hogy ez a pénztelenség vagy pénzhiány, és az, hogy a nagyon jó minőségű, vagy még nagyon jó minőségű magyar termékeket, azokat ott a helyszínen teherautóra rakják, kiviszik, és akkor jön be ez a sok szemét, amit olcsó pénzen meg lehet a igen, különböző nagyon, nagyon bevásárló helyeken szerezni, és ugye ez nem az egészség irányba megy el. Az ételeinknek a minősége, ez a következő fejezet, ami olyan szorosan nem tartozik az asztal és a gasztronómiai élvezetek közé, de hát ugye onnan jön. Honnan jön, hogyan jön, és milyen technológián keresztül jön, mert hogy ebből vagyunk. Van ilyen köszönés, hogy szervusz földi, mondjuk egymásnak, akik ugyanabban a faluban, vagy a szomszédfaluban születtünk, és valahol messze találkozunk, akkor mi földiei vagyunk egymásnak, ami azt jelenti, hogy mi abból a földből valók vagyunk. Tehát az a termőtalaj, az a szülő föld, amelyik megszül bennünket, az alapja mindennek. Kicsit menjünk vissza, azt javasolnám így időbe, majd időre szóljál, jó van még rám. 20 percünk van. 20 percünk van, és akkor ezt körülbelül bele lehet tenni. Gyerekkoromat olyan helyen töltöttem, Szolnok megyében sokat voltam kint nagyanyáméknak a tanyáján, ahol a tanya mögött ilyen öntési területből visszamaradt termőföld volt. Ez nem volt szikes, nagyon jó termet, ott volt nagyanyámnak a konyha kertészete, mindent meg tudott termeszteni benne, és ő nem ment piacra. Azért, hogy vásároljon, nem azért, hogy eladjon tejterméket itt a piacra, tyúkot, tojást, ilyeneket. És egész nyáron mezítlábját 16 kilométerre vállán vitte be a piacra, Szolnokra az eladandó árut, és egész életében nem volt beteg. De őnek is kihulladtak a fogai idős korára. Nem lehet azt mondani, hogy nem volt egészséges, mert az egészséghez, teljes egészséghez egy teljesen épp fogazat is hozzátartozik.
De a termőtalaj, a termőföld, hogy ez a kérdés, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, mert érezzük, látjuk, tudjuk mindnyájan, hogy nagy tömegben előállított élelmiszernövények meg gyümölcsök milyen minőségbe kerülnek be a boltba. Már nagyon a tudatunkba és a figyelem középpontjában van az, hogy milyen az a gyümölcs, zöldségféle, amit én be tudok szerezni a boltban, vagy a piacon, vagy a saját kertemben. Most már érzékelik elég hangsúlyosan az emberek, hogy itt a minőséggel kapcsolatban nagyon nagy eltérések vannak a különböző kategóriák között. És, de nem akarom nagyon érinteni a génkezelt technológiákat, meg a többit, amit külföldről hoznak, mert szerencsére Magyarországon időben és az elején, a legelején bele tiltve ezeknek a génkezelt... Az itteni termesztése csak kívülről behozzák sajnos. Igen. A fő alatt. Így van, tehát ezzel még kell számolni. Beszúrom, én nekem 2 éven ment el arra, hogy a bosnyák piacon megkeressem azt a megbízható beszerzési forrást, ahonnan meg tudom vásárolni a pénzemé, az életemet, meg az egészségemet. Hát azért mentem ki a piacra, hogy ott én egészséget és életet vásároljak magamnak, hogy az élelmiszeren keresztül, mert attól maradunk életbe, és attól lehetünk egészségesek, amit megveszünk és megeszünk. De vissza kell menni, mert honnan van az a tüneményes, az a gyönyörű, az a nagyon erős magyar termőföld, amire most már egyre inkább azt mondjuk, hogy a magyar termés, a magyar termék, az az érték. Mi hozta, mi adta, milyen folyamaton keresztül, mennyi időn keresztül kaptuk mi meg ezt a hallatlan nagy ajándékát a természetnek. Kérdeztem a kollégámat, egy nagyon-nagyon jó képzett geofizikust, hogy Laci, mondjad már, légy szíves nekem, hogy szerinted a Kárpát-medence jelenlegi domborzati viszonyai milyen korúak lehetnek? Tehát nem ami lent van, hanem amin megtaláljuk ezt a termőföldet. Uh-huh. És ő egy tág határt mondott, olyan 50-100 ezer évre tette ezt az időszakot, mert ugye kőzetekből nem lehet megállapítani, hogy ő mikor képződött, de az sem, hogy hát mikor gurult oda, amire majd ezek az üledékes rétegek kirakottak. Tehát azt a korszakot, vagy idő pillanatot, szakaszt kellene megtalálni, amióta a vízgyűjtő területről, a Kárpát-medence karéjáról behordja az árvíz, meg az esőzés azt a sok hulladékot, erdőkből, hegységekből, ami utána itten szétterülve az alföldeken átkomposztálódott, és adja nekünk ezt a gyönyörűséges termőtalajt, amit tudunk termeszteni. Érdre mentem el a Földrajzi Múzeumban, és ott van egy installáció, egy vitrin, amiben van egy ősember, meg a fia, és az a címe neki, hogy az érdi ősember lelet, és hogy eltelt 80 ezer év. Érd mellett találtak egy ősember leletet, amit teljes szakszerűséggel megvizsgáltak, végigkutattak, és ennek a kutatásnak az eredménye lett ez a vitrin, ami az Érdi Földrajzi Múzeumban látható, és pontosan le van írva, hogy kik végezték, mikor végezték el a kutatásokat. Ez a Budapesti Történeti Múzeumnak a levéltárában van. Ennek az embernek az arca az rekonstruálva van? Igen. Igen. Nagyon eltér a mostani embernek az arcától? Nem. Nem. Tehát felépítésbe, alkatba egy ilyen zömök kis ember, meg egy kis zömök. Tehát látni lehet ma is ilyen alkatú, felépítésű embereket. Na most én nekem, tehát ez a 80 ezer év, ami oda ki van írva, ugye mert azokat a leleteket C14-es vizsgálattal viszonylag pontosan meg lehet állapítani, hogy milyen korúak. Nagyon.
Az nem volt odaírva, hogy a korrekciót, ami a C14-es vizsgálatnak a bizonytalanságában benne van, azt elvégezték-e vagy nem, de ez nagyjából olyan plusz-minusz 2-3 ezer évet tesz ki, tehát elég jól, nagyságrendileg ugye nem befolyásolja az értékelést, és ez egy alapos, ez egy pontos momentuma annak, hogy a Kárpát-medence minimum 80 ezer éves. De ennél sokkal többnek kell lenni, vagy jelentősen többnek kell lenni, mert amikorra már betelepül majd ide az ősember, kialakul azok a domborzati viszonyok, az élőhelye kialakul neki, ahol már ő megtelepedik is és él, az ugye már készen van, amikorra az ember idejön. Tehát ennek pár százezer évesnek kell lenni, amióta az ide befolyó vizek hozzák a hordalékot az Alföldhöz képest háromszor akkora vízgyűjtő területből. És itt lerakodik. Ez adja nekünk ezt a hallatlan tartást, ami ebben van. Hogy ez átkomposztálódott, átért, és akkor abba termesztett növények, gyümölcsök, és azon felnövekedett állatok, amiket élelmiszerként használunk, olyan beltartalommal bírnak, ami szükséges a szervezetünk számára. Ami mentén egészségesen tud működni, be kell tartani a táplálkozásnak a szabályait, vagy az egészséges táplálkozásnak az szabályait, amit elmondtunk a múltkor. De mi a probléma? A probléma az, amit fölvetettél, hogy milyen a most kapható, beszerezhető élelmiszer zöldségféléknek a minősége. Minőség. Mire gondolok itten? Ásványi anyagtartalom, enzimtartalom, vitamintartalom, állékonyság és egészséges állapota. Hogyan néz ki neki? Mert hogyha a legdrágább műtrágyával, amiben már a mostani technológia szerint minden mikroelemet belepakoltak, és azzal megtrágyázzuk a Földet, akkor abban a gyümölcsben vagy a növényben, ha egyébként nem kap máshonnan ásványi anyagot, csak az a párféle lehet benne. És akkor el kell érkezni Pajs István professzornak a munkájához, aki együtt dolgozott a Béres doktorral. Könyvét láttam fenn a könyvespolcodon, mert Béres doktornak a felfedezése az egy nagyon-nagyon jelentős mérföldkő az egészségünk kapcsán, hogy rávilágított arra is, csodálatos, nagyszerű készítményeket is gyártott, hogy a nyomelemek azok hogyan kerülhetnek be a szervezetünkbe, ha már hiányoznak. Na most itt erről van szó, hogy milyen elemek hiányoznak, és miért a táplálékainkból. Azért hiányzik belőle, mert nem kerülhetett bele. Azért nem kerülhetett bele, mert hiányzik a talajkörnyezetből. Miért azért hiányzik a talajkörnyezetből, mert úgy bántunk vele, hogy az annak a talaj élete lepusztult. A 60-as éveknek a derekán épültek fel Magyarországon a vegyi művek. Megnéztem a KSH adatlapját, hogy milyen mennyiségű növényvédőszert és műtrágyát alkalmazott a mezőgazdaság azóta, ahogy ezek felépültek, mert van egy előtörténete is neki, hogy az első-második világháborúban kikutatott vegyi anyagok, meg vegyi hatásmechanizmusokat, tehát amit fölhalmoztak addigra, utána elkezdték civil oldalra használni. Na az első nagyon jelentős visszajelzés ugye Németországból jön, ahol a Kárpát-medencéhez képest lényegesen vékonyabb az a termőréteg, mint ami itt van. A németek teherautóval vitték innen a magyar földet, hogy a saját kertjüket megfelelően tudják látni termőfölddel.
És érdekes a történet, mert ahol legfeszítőbb, legkritikusabb a helyzet, olyan, mintha a megoldás onnan pattanna ki, vagy születne meg. Alvin Seifert professzorról van szó, akinek a könyve 81-2-ben a kezembe került, Kertészkedés mérgek nélkül címmel, és leírja, hogy ő a 40 éves kutatási eredményeként olyan kertészetet, kertet tudott teremteni magának, ahol a zöldségek, gyümölcsök meg a virágok oly minőségben jelentek meg, hogy fél Nyugat-Európa csodájára járt ennek. És a Seifert professzor az a természetet másolta le. Komposztált. Egyszerűen csak elnézte a természettől, hogy milyen finom mozgásokon keresztül történik meg az átkomposztálódás és az élő talaj keletkezése. Mert hát itt a talajtani tanszékeknek az egyetemi anyagába ezek azért olyan nagyon bőségesen nincsenek leírva. Három egyetemnek a jegyzetét néztem át itt az utóbbi időben, hogy valahol magyarázatot kapjak már arra, hogy képződik a talaj, a termőtalaj. Az egészséges, humuszban gazdag termőtalaj, mert ez a kulcsa mindennek. Humuszban gazdag termőtalaj. Talaji élet maximum. Na, abból jöhet ki az a maximális, beltartalmú és minőségű élelmiszer, növény és gyümölcs, amivel ilyenek lehetünk, vagy még erősebbek is. És vissza hátrálhatunk az egészség birodalmába, hogyha ezt megtesszük magunknak, ahogy mondtad, hogy a kertemben. Napokban itt volt Tejfalusi András, aki egy ilyen tímmel együtt kutatta a magyar műtrágyáknak az összeállítását. És azt mondja, hogy a magyar műtrágyákban olyan mennyiségű nátriumkloridot tesznek pluszba bele, amivel teljes mértékben intézményesíten tönkreteszik a magyar gazdáknak a termőföldjeiket. Följelentést is tett ezzel kapcsolatban, az egész dokumentációt lát a minisztériumban, nem hallandók vele foglalkozni. Úgyhogy valahogy ez a évi 60 ezer emberrel kevesebb magyar ember a Kárpát-medence, sok minden nem magyarázható, de talán éppen ezzel is. Igen. A Gödöllői Egyetemnek a honlapján megtalálható egy olyan vizsgálati eredmény, amiben 1960 és 90 közötti időszakban az élelmiszer növényeink beltartalmának a változását vizsgálják. Tehát a vitamin, ásványi anyag tartalom változásokat. Most ez pontosan konvergál ahhoz a görbéhez, hogy tehát ahogy ment fölfelé a műtrágya használat, ez úgy csökkent lefelé. Tehát ez egy-egy értelműen a műtrágya és a növényvédőszer, mint kemikália gyilkolja, tönkreteszi a talaji életet. Igen. De ez az egyik része, van még másik összetevője is, a mezőgazdasági technológia, amit alkalmazunk már nagyon régóta, az a szántás, az is jelentős mértékben hozzájárul a talaji életnek a lepusztításához. Most, hogyha ezt tovább folytatjuk, akkor tehát ezt a két görbét kell csak megnézni, hogy milyen mértékben csökken a tápanyagainknak a beltartalma, hogyan használjuk, milyen mértékben a növényvédőszereket és a műtrágyákat. Ebből szinte pontosan levezethető az, hogy mikor kell bekövetkeznie a teljesen lehetetlenítés. Egy globális, vagy egy nagyon nagy mértékű olyan krízis helyzetnek, amikor nagyon nagy árat fizetünk érte. A szántás helyett mit lehet csinálni? Hogy tudja a termőföldet használni? Komposztálni kell. Komposztálni kell. Az interneten szerencsére lehet már látni két nagyon-nagyon jó filmet ezzel kapcsolatban. Mind a kettőt Szigetországba forgatták. Az egyiket Angliába, másikat Kubába. És Kuba mintát állít a világnak, hogy hogyan lehet
kihátrálni egy ilyen teljesen ellehetetlenített helyzetből, úgy, hogy még nyereség is legyen belőle nekik. Nem volt könnyű, hosszan és sokáig tartott. Ugye 90-ben megszűnt ez a szocialista világbirodalom, mindenféle támogatás lement nullára, tehát kőolaj, vegyi anyagok, pénzügyi... A Szovjetunió kihátrált Kubából, az Egyesült Államok pedig gazdasági blokkáddal vette körül Kubát. Most ez egy nagyon kemény, egy olyan kísérleti helyzetet teremtett Kubába, amit szerencsére az ottani elmék és nagyon jó gondolkodású emberek észrevettek, hogy ez bizony arra nagyon jó célzatosan ez a szélsőséges helyzet, hogy van-e rá megoldás? Ha van rá meg, tehát ezt kell először eldönteni, hogy van megoldás valamire, vagy nincsen megoldás. Mert ha nincsen megoldás, akkor, és ez egy teljesen pontos válasz, akkor nem nagyon lehet mit tenni. Ha van megoldás, akkor már sokkal másabb a helyzet, mert akkor hogyan, miként, mennyi idő alatt, milyen erőfeszítéssel, milyen ráfordítással, és milyen eredményességgel lehet majd ezt a megoldást csinálni. Kuba mintaszerű példát mutat arra, hogy egy teljes gazdasági összeomlásba került társadalom hogyan tudja újraépíteni magát. Uh-huh. És megcsinálták. Tehát ezt az összefogás ereje, az a címe. Én voltam Kubában, most hogy gondolkozok, hogy mikor. Én pontosan 90-es években voltam, ott még láttam orosz ticteket, úgyhogy ott még az éppen még az, valószínűleg az orosz visszahátrálás előtt voltam ott, de akkor katasztrofális volt a helyzet Kubában, mert sehol nem lehetett semmit kapni. Így van. Most én nem tudom, hogy te neked mióta van információt Kubáról, most megváltozott a helyzet, tele lettek a piacok? Tudom, hogy ott volt egy bizonyos fajta liberalizálás, olyan értelemben, én a liberalizálás szóval nem szeretem, mert ugye az már szinte egy szitokszóvá alakul, de az embereknek megengedték, hogy bizonyos fajta magángazdálkozás is végezzenek, mert akkor még nem volt megengedve, amikor ott voltam. Azóta teljesen megváltozott a helyzet. Uh-huh. Tehát ott kiosztották a földeket, mindenki magángazdálkodásba elment, de vannak szövetkezeti csoportosulások is. Tehát teljesen átszervezték, alapvetően alulról átszerveződött Kubának a szociális rendszere. Az oktatással, az egészségügyel, a mezőgazdasággal, az iparral, a közlekedéssel, mindennel egyetembe, és nagyon-nagyon jó hozzáértéssel szervezték át ezt az egészet, hiszen pontosan ez volt, amit te láttál ott, hogy semmi nem volt. Nem volt valóban semmi. Semmi. Most azóta... Volt egy eszméletlen ávos szerkezet, bárkivel leálltál beszélgetni az utcába, két percen belül jöttek hozzá, hogy miről beszélgettél az illetővel. Szóval mondjuk érdekes volt. De hát, igen, hát ez is egy tanulság volt az életemben. Tehát úgy, ilyen helyzet, tehát ilyen katasztrófa közeli állapot a világtörténelem ugye többször előfordult. Most amiről így lehet tudni, hogy ennek a végjátéka általában az, hogy az emberek legyilkolásszák egymást az élelem miatt, illetve az élelem hiánya miatt. Ennek egy nagyon pregnáns példája és kikutatott példája a grönlandi vikingeknek a története, ahol az utolsók megfőzték egymást és megették. Tehát ez ilyen az embernek meg az életnek a természete. Na most Kuba ezt el tudta kerülni. Tehát ott volt egy olyan szellemiség, egy olyan emberi tartás benne, és egy olyan összetartás benne, amivel meg tudták oldani mintaszerűen. A kubaiaknál nekem feltűnt a nagyfokú nemzeti büszkeségük. Annak ellenére, hogy borzasztó szegénységbe éltek, ott nagyon kemény összefogás volt az emberek között. Hát ezért lehet a címe az összefogás ereje ennek a... Mert egy idős néni tüleményesen mondja el, hogy nem a technológia,
nem a technológia oldja meg, hanem az emberek egymás közötti viszonya, az tudja megoldani azt a helyzetet, amiben belekerülnek. És ezért kell elindítanunk világszerte a valóban szeretett vallásnak az újraindítását. Igen, igen. Kedves Miklóskám, lejárt az óránk, úgyhogy, hogyha amennyiben még maradt ezzel a témakörrel mondani valót, akkor egy következő műsorra várlak szeretettel, hát az most tudod el. Hát az a helyzet, hogy még csak most kezdtem volna bele abba, hogy hát mi az alapja ennek az egész megoldásnak, mert anélkül nem megy. Szeretettel várlak jövő héten ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen.